A Nemzeti Népegészségügyi Központ még január utolsó hetében hozta nyilvánosságra, hogy átlépte a járvány küszöböt az influenza-szerű tünetekkel kezelt betegek száma. A növekvő tendencia azóta sem állt meg. Február 3-a és 9-e között országosan közel 35 ezerrel növekedett azoknak a száma, akik ebből az okból kifolyólag fordultak orvoshoz. Az országban jelenleg 15 megye egészségügyi intézményeiben van érvényben részleges vagy teljes látogatási tilalom. Noha Szabolcs-Szentmihályi-Bereg megyét eddig ez nem érintette, ha továbbra is ilyen mértékben emelkedik a betegek száma, elkerülhetetlenné válik a betegek elkülönítése. Ez annyit jelent, hogy 100 ezer lakossal viszonyítva megyénkben 364 ember betegedett meg, tehát 364 100 ezrelékről beszélünk. Nyíregyházán ez majdnem a 600 ezreléket eléri, és hozzátenném, hogy e feletti megbetegedés kapcsán már szóba jöhet bizonyos osztályoknak a bezárása. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nagy baj lenne, hanem inkább egy védő-óvó intézkedés, amivel védjük azokat a betegeket, akik nagyon súlyos állapotban vannak, hiszen tudjuk, hogy bármiféle légúti megbetegedés, beszéljünk influenzáról, vagy más vírus, vagy bakteriális fertőzésről, ezeket az embereket érinti legsúlyosabban. Az influenza elleni védőoltást ingyenesen a rizikócsoportba tartozók, például a 60 év felettiek, a várandós kismamák, a cukorbetegek, a szív- és érrendszeri betegségben, valamint az immunhiányban szenvedők kaphatják meg. Noha hétről hétre nő a megbetegedések száma, a térítésmentes vakcinákat a jogosultak mindössze alig több, mint fele vette eddig igénybe. A megyei tiszti főorvos elmondta, a védőoltás mindenki számára elérhető, a megelőzésben azonban nem csak ennek, hanem az egészséges életmódnak is nagy szerepe van. Tekintettel arra, hogy a vírus cseppfertőzéssel terjed, éppen ezért a megelőzésben nagyon sok dolog beletartozik. Elsődleges a gyakori kézmosás, a másik ne engedjük, hogy ránk ölgjenek, ránk rüszköljenek. Maszkot nem kell használni, de hogyha a tömegbe megyünk, akkor erre ügyeljünk. A megelőzéshez természetesen hozzátartozik a vitaminus táplálkozás, bőfolyadékfogyasztás, aludjuk ki magunkat, megfelelően táplálkozzunk. Az influenza sajátossága, hogy a vírus a felső légutakat támadja meg, drasztikus lázzal és végtagfájdalommal jár. A Népegészségügyi Központ felhívása szerint, aki ezeket a tüneteket észleli, semmiképpen ne menjen tömegbe, és azonnal keresse fel házi orvosát.